kijönni nekünk is. Jó. Sziveri Béla vagyok, tessék. Kinyatok kívánok, üdvözlöm. Én Mordekiszina európai parlamenti képviselő vagyok, Gaudi Nagy Tamás képviselő, országgyűlési képviselő. Orbán Éva barátunk, újságíró, ő lesz a krónikás ennek az útnak, aminek majd mindjárt elmondom a célját, és aminek ez az első állomása. Lenyel Péter bátunk az útnak a praktikus szervezője, nagyon jó kapcsolatokkal rendelkezik az elszakított területeken, és nagyon szívügye az elszakított területek sorsa. És a gépkocsi vezetőnk, és egyébként történelem tanárunk is, Cser Lajos, aki szintén régi barátunk, úgyhogy így állt össze, és Robival pedig már beszéltek, ismerik egymást. És a célunk pedig a következő, én, mint európai parlamenti képviselő meglepődtem azon, hogy mennyire nagy az érdeklődés a csatlakozási biztos részéről, akit Füle úrnak hívnak, a idézőbe vett kisebbségi problémák iránt, tehát a szerb csatlakozási tárgyalások ugye haladnak a maguk útján, és a Soros elnökség képviseletében a magyar államtitkár asszony Győri Enikőnek volt egy felszólalásról, elmondta, hogy minden vonatkozásban milyen tökéletesen megvan a harmónia az Európai Uniós elvárásokkal Szerbia vonatkozásában. De nekem volt egy hiányérzetem, ugye, mint magyar képviselőnek, hogy hát azért a magyarok emberi jogai, az oktatási jogok kérdése, nyelvi jogok, esetlegesen ugye, mint büntetőjogász, nekem nagyon szívügyem az erőszakos cselekmények, magyar verések, vagy a másik oldalon ugye a fenerini fiúknak az ismert ügye. Tehát, hogy azért gorcsó alá kellene venni, hogy mennyire mondhatjuk mi magyarok jó szívvel azt, hogy magyar szempontból is a csatlakozási feltételeknek mindenben megfelel Szerbia, vagy pedig egy kicsit esetleg ki kell használnunk ezt a lehetőséget, hogy szót emeljünk a magyarok emberi jogaiért. És hát ez most egy olyan látogatás, ami az első lépése remélhetőleg egy folyamatnak, amely folyamat egy monitorozó folyamat. Mi azzal az igénnyel jöttünk, hogy Tomi egyrészt az Európa Tanácsban, mert az Európa Tanácsnak tagja, illetőleg a Magyarországgyűlésnek, tehát a Magyarországgyűlésben, én pedig az Európai Parlamentben, mint egy szócsöve legyek az itt élő magyaroknak. Tehát nem mi akarjuk elmondani a véleményünket, hanem szeretnénk magyaroktól hallani, hogy mi az, amit ők szeretnék, hogy mi képviseljünk ebben a csatlakozási folyamatban. Úgyhogy ezért vagyunk itt, és ezzel a kérdéssel szeretném, hogyha kezdenénk meg, hogyha foglalkoznánk, amelyet, hogyha igazgató úr esetleg így mondaná valamit, amit fontosnak tart önmagával vagy az iskolával kapcsolatban, és akkor utána pedig, hogy az oktatási jogok helyzete, nyelvi jogok, meg egyáltalán mi az, amit egy ilyen kérdéskörben fontosnak tartana, hogy képvisel. Ami az oktatást, tehát ott kompetens vagyok, tehát ott maximálisan tudom a helyzetet. Itt nem az a probléma, hogy a gyerekek nem tanulhatnak magyarul, hanem vannak olyan gondok, hogy sajnos volt egy gyűlésünk így két hete Szabadkán, hogy különösen a szórványban, tehát Bánátban, Becskereken, hogy nagyon sok szülő szerb iskolába iratja a gyerekét, annak ellenére, hogy van rá lehetőség. Mert olyan, idézőlegben mondom, hülye logikával van, hogy jobban érvényesül majd a jövőben, hogyha szerb ugye ez az államnyelve, és akkor ha szerbül kezdi az első osztályt, akkor jobban fog tudni érvényesülni, ami teljesen nem állt, teljesen nem igaz. Hol képződnek a magyar pedagógusok, tehát akik például itt tanítanak, hol végeztek? Hát a tanítóképző az van Szabadkán és Zomborban, tehát magyar nyelven tanítóképző. Van Újvidéken, vannak az egyetemek, ugye a magyar nyelv és irodalom az magyar nyelven folyik Újvidéken, a többi az szerb nyelven van, tehát történelem, földrajz, zene, képzőművészet, stb. Ez mind szerb nyelven. Tehát magyar nyelvű felsőoktatás egyetem nincs. Egyáltalán. Nincs. Pedig volt kezdeményezés korábban, ami még emlékszem, hogy a Csoraszoros Egyesület, igen, is ezek igen, tudom, igen. Működő egyesületnek a vezetője is. Ez nincs. Azzal, még hogy... Még koncertet szerveztünk, és nagyon komoly információ. Azzal, hogy olyan újítások, könnyítések vannak, hogy a magyarról, tehát végzett középiskolásoknak joguk van, nem is joguk, is joguk, meg lehetőségük, hogy magyarul fölvételizzenek az egyetemben. Tehát ez egy éve létezik, tehát hogyha én úgy szeretném, mint végzős középiskolás, hogy magyarul szeretném a fölvételit, akkor arra lehetőség van. Itt nem is szaporítanám a szót, tehát itt Temeriben nincs gond, az gond van, megint csak azt mondom a szórványban. Ott van a gond, tehát Bánáti rész, Észak-Bánát, Közé-Bánát,
délben át itt gond van az identitással. Egyszerűen beolvadnak, Újvidéken is már gond van. Gondok vannak, mert különösen ott, ahol a gyerekek szervügyelnek iskolába, ott aztán még nagyon gondok vannak az identitásodat. Tehát nincs lehetőségük magyar előadást hallani. Ritkán, vagy itt helyesbítek, ritkán, nagyon ritkán színház van, ritkán tudnak, nem használják közt, tehát Temerinbe bárhová bemész, üzletbe, bankba, rendőrségre, magyarul szólalnak még. Tehát itt nem gond az identitás, de Újvidéken gond. Kikindán, Nagybecskereken, ezekben a szorványokban. Tehát szerintem, ahol adási gond. Ahol nincs erős magyar közösség. Most lényegtelen szempontunkból, hogy az erős magyar közösség kisebbségben, szorult vagy többségben van. Ahol van erős magyar közösség, ott az identitással sincs gond. Ahol nincs erős magyar közösség, ott nagy gondok vannak az identitással. Ez ennyire egyszerű. És lényegtelen, hogy most földrajzilag ezt hol tesszük be. Például, hogyha van egy kis falu, tegyük fel Ürményháza lent Délbánátban, és ott az magyar falu, ott a magyarul beszélnek egymás között az emberek, ott sem az identitással nincs baj. Vagy Tordán mondjuk rá magyarul. Vagy például Tordán, nincs gond. De például Nagybecskereken, ahol már vagy például Verbászon, ahol a magyarság jóformán 5% körül van, hogy az alá csökken, egyszerűen az összes szomszédja szerve neki, hogyha kimegy az utcára játszik, szervekkel a körüljövő, akkor már az ő identitása sem lesz úgy mondjam magyar. 10 évnek ezelőtt milyen volt a helyzet, akkor azt tudjuk mondani, hogy jelen pillanatban öröm és boldogságban is béke. Persze most is vannak kisebb kilengések, de például 10 évnek ezelőtt két magyar és kétszer nem tudott úgy elmenni egymás mellett, hogy ne verekedjenek össze. Természetesen állok rendelkezésre, ma is, holnap is, szóval bármilyen kérdéseket tennek. Köszönöm nagyon szépen magukat! Amikor azt mondták ránk, hogy 56-os menekültek vagyunk, ugye, akkor szükségét érezték, hál' Istennek így a mi magyar pártjaink, vagy a községházán tehettek róla. Az első plébánosnak egy ilyen emléket tettünk, Temerin plébános, Laurentius de Temerin. És akkor ez egy ilyen kedves emlék, most ha valaki jön, akkor azt mondja, nem 56-os menekültek vagyunk, mi nekünk van egy plébánosunk. Én képzelem, hogy az igazságot keresi. Folyamatosan azt teszik, de hogy mi is az apropója, hogy ugye most a szerb csatlakozási tárgyalások előkészítése folyik, és ennek kapcsán nagyon szeretnénk kiállni amellett, hogy a magyar testvéreinknek a jogai a lehető legteljesebb mértékben érvényesüljenek itt a szerb állam területén, mert most van az a történelmi pillanat, hogy egy kicsit tudunk valóban, ahogy Esperes úr is mondta, igazságosságot követelni, meg jogokat követelni. Egy más világot élnek önök ott, és mi is. Hát először az a megalázás, amit egyáltalán népszavazásra tenni ezt az ügyet. Aki kérte, megadta. És nekünk először nagy megaláztatás, aztán csindaratta, most egy nagy gesztus, hogy egy potenciális választók legyünk majd ennek az iránynak, akik megadják most nekünk ezt a jogot. Úgyhogy itt nagyon téves, meg az emberekben is nem is biztos, hogy úgy tűnik, hogy annyira rokonszenves ez nem az állampolgárság, hanem ez a csúnya politikai dolog. Temerini, magyar és katolikus. Ez a három, ez annyira egyet jelent, hogy hihetetlen. Tisztelettel ez a plébános. Az egyik templomunk, ez a második. Igen. Benne van az egész szeretetünk, hát írja? Írja bele egy pátról. A temerini fiúknak az ügye, most már hála az önök
őszinteségének, meg hogy a fájdalmukban is annyira képesek voltak feltárni a történteket, most már elég nagy nyilvánosságot kapott, és hogyha a délvidéki jogsértésekre gondolnak az emberek Európa szerte, akkor sokaknak jut eszébe a temerini fiúknak az esete. Ugye ez egy abszolút jogvédő ügy, a mi szempontunkban egy nemzeti jogvédő ügy, ugye itt találkoztunk már korábban, hiszen a délvidéki ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője is vagyok, és így lettem országgyűlési képviselő, és jó pár évvel ezelőtt Gyüle István adai ügyvéd kollégával megkíséreltük a Strasbourg-i Emberi Bíróság előtt azt a panaszbeadványt sikerre vinni, amelynek a lényege az volt, hogy azok a visszaélések és eljárási szabásért, hogy anyanyelv használtak jogának a megsértése, védelemhez való jog megsértése, ezek miatt megalapítassuk a szervállami jogsértését, ugye akkor nem járt sikerrel sajnos, de azt kell mondanom, én a Magyarország gyűlés az Európa Tanács szempontjából úgy látom, hogy nagyon sok lépés történt már, mióta a Jobbik bekerült a parlamentbe, több parlamenti felszólalás vette napirendre ezt a kérdést. Európa Tanácsban legutóbb pedig Boris Tadic szerb elnökhöz intéztem kérdést a magyarság helyzetével kapcsolatban, és ezt a kérdést is szóba hoztam, úgyhogy ezért érezzük nagyon fontosnak, hogy itt lehessünk, és közvetlenül megtudhassuk önöktől, hogy mit gondolnak erről az ügyről, és hogyan tudjuk ezt mi képviselni a saját helyünkön, Európai Parlamentben, Magyarország gyűlésben, Európa Tanácsban, ezért kérjük, hogy osszák meg a... Majd akkor kezdeném én, jó? Azon a napon kezdeném, úgyhogy mind a négy fiút megvertek, az enyémet is, meg a többi hármat még mellett, egy fiút nem vertek meg a börtönben. Az én fiamat annyira megverték, hogy a gerincsi golyája 2 millimétert elfordult. Az egyik szemére árpád nem vált. A másik felét ütték, mikor először mentünk látogatóba, akkor láttam, hogy a másik fele is be van dagadva. Húzták a folyosón, ütték, verték 7 vagy 8 őr. És aztán bedobták magánzárkába. Se víz, se vécepapírt, semmit nem. Se étel, semmit. Nem tudom hány napig. Ahányszor mentünk látogatni, egyetlen alkalommal beszéltünk magyarul, csak a 64-szer voltam látogatón Újvidéken, egyszer engedték, hogy magyarul szólaljak meg. Letiltottak, azt mondták, hogy ha magyarul megszólalok, elvezetik a gyereket. Nem mertem rizikőt. Ezt ki mondta? Az őr. És mire hivatkozott? Mit csak azt arra hivatkozott, hogy itten magyarul nem lehet beszélni, mert ez Szerbia. Én megmondom úgy, hogy ő mondta az ő szavaival. Kérdezem én önöket, maguk jogvédők, hogy milyen állampolgára vagyok én ennek az országnak, hogyha egy tárgyaláson, ahol a fiam fölött ítélkeznek, nem hallgathatom végig a menetet. Teljesen zárt tárgyalás volt? Teljesen kizárták a nyilvánosságot. Önök bármilyen okot adtak magatartásukra, bárki nem, a tárgyalóteremben arra, hogy... semmilyen okot nem adtunk. Zavarták a tárgyalás rendjét? Nem zavartuk. Vagy... Egyedül a Petrovic édesanyja zavarta meg a tárgyalást. És ő ott maradhatott egyébként, a sértett édesanyja? Nem, azt is teljesen. És akkor értelmszerűen sajtó se volt, senki. Ugye? Aha. De a sajtó... Honnan tudta meg a sajtó, hogy mi történik bent a tárgyalóteremben? Nem lehetett bent sajtósan. Kiszivárogtatta az Újvidéki Bíróság a híreket, a fejleményeket, mind jött a napi sajtóba, a szerb sajtóba. A szerb sajtó mindennek megneveztezik a fiúkat, hóértú kezdve a gyilkosoknak, mindennek. Sorba, ugye nem tudom hány hónapon köröztül, bombáztak bennünket a szerb sajtón köröztül. De volt ügyvédjük, tehát a fiatal embereknek volt. Igen, a fiúknak volt egy közös ügyvédjük a kezdetén, ami szintén jogtalan olyan értelemben, hogy amikor ellenkező vallomások vannak, hát hogy lehet egy ügyvédet kiadni? Ellen érdekeltségében, ha állhat fel adott esetben. És bizonyos pár hónapig a vizsgálóbíró előtt is, mikor oda lettek vezetve, akkor is már ellenkező kijelentések lettek adva, és mégis ők úgy látták, hogy a tárgyalás menete meg az egésznek a menete jó, akkor a bírónő úr, ne is beszéljek, aki vezette tárgyalást. A bírónő kijelentése az volt, amikor mentünk az engedélyt kérni, mert külön engedélyt kell kérni, hogy meglátogassuk a gyerekeket, hogy mit gondolunk mink, hát ez nem volt el, hogy mink oda megyünk. Hát egyszer, minden szerdán lehetett látogatni. Még itt voltak a vizsgálati fogságban, még voltak. Hol itt? Klisszán. Itt Újvidéken. Újvidéken.
tehát az egész diszkrimináció itt Újvidéken folyt le 16 hónapon keresztül. A vizsgálati fogságban még voltak a fiúk, itt átéltek mindent. Itt nem volt, amit nem éltek. Hát nagyon sok mindent még mai napig én sem tudom. Nagyon megverték. A lábai leblokkolt, amikor hozták a látogatóra, apámmal ott ültünk, és úgy húzták majdnem két őrre. Leblokkolt a lába, úgy vitték vissza, hogy adjanak neki injekciót a gerince miatt, annyira fájdalt a gerince. Az ombudsman is tud róla vidéken, tud róla, több, a Helsinki Bizottság tud róla, Szünyebi Szerkó tud róla például, aki maguknak ismer személy, úgyhogy több ilyen emberjogi szervezetnek lett jelentve. Úgyhogy nem maradt pusztán csak úgy, hogy mi ne szóltunk volna, mi mindenért szóltunk. Nem szóltunk apróságért, de nagy dolgokért, a sértő számunkra, mint szülőt vagy családtagot, azért bizony szólok. De nem lett eredménye. Már itt Mitrovicán Árpád, bocsánat, a fiam megbetegedett, elment az orvoshoz és TBC-t kapott. Akkor az orvos hanyagsága miatt elkerült Beográdba. Beográdból minden szervezetnek jelentkezett, stb. És azért a szervezetek egyesek azért válaszoltak meg, stb. Amikor börtönhöz jött a válasz, arra akarták rámutatni, hogy az én fiam nem normális. Érti? Hogy egyszerűen be van kattanva, és nem tudja, hogy mit irkál, meg mit beszél. Egy európai tagjelölt államba hogy kap valaki egy hanyagságból? Egy hanyagságból, amikor a fiam elment az orvoshoz, az orvos nem nézte át, nagy láza volt. Még egyszer elment az orvoshoz, és megint elutasította. Húzta, mindaddig, mindaddig a fiam vért el nem kezdett köpködni. Vagy oda, ahogy jó. És amikor fiam, amikor látta, hogy hány óra, és azt mondtam nekik, hogy most már, ha nem léptek, akkor följelentelek benneteket, vagy bepöröllek benneteket, akkor elvitték az orvosa, és megállapították, hogy igenis TBC-t kapott. Igen, és akkor rögtön mit mondott, hogy lejárt gyógyszereket kapott, aminek lejárt a határideje. Olyannal akarták kezelni elő. Hogy Európában törekvő országban történik ez, sajnos. A 21. században jó kérdés volt. Meg Árpád után még három fiatalember ugyanebből a kórházból, TBC-vel oda került a kórházba. Arra is van a papír. Ugyanebből a börtönből. Arra is van papírunk. Tehát véletlen TBC járvány volt a börtönben. Valami nem, ott fölütte a kóra fejét, én azt nem mondom, de hogyha van egy fölütte egy kóra fejét, ha észlelnek valamilyen tünetet, arra rögtön kellene reagálni, nem? A többi fiúról mondom. Egy napon lett lecsukva, van aki még a börtönt kívülről nem látta. Ez valóban így van itt ebben a mitrovicai börtönben, tehát ezt valóban felelősséggel tudjuk állítani, hogy hideg vízzel lehet csak mosakodni. Ez mindenki is tudja. Hetente hányszor egyáltalán? Egyszer. Maximum kétszer, attól függ, hogy mit dolgozik. Aki dolgozott, mondjuk annak dolgoznak, lehet, kétszer. Aki nem dolgozik, az csak egyszer. És télvíz idején nincsen fűtés? Tehát ez lehetséges? Hát volt olyan időszak, amikor... Fűtésük a télvíz idején, ott abban a szobában, ahol aludtak, ott igenis volt fűtésük. Amikor már bejött az a zord hideg, hogy nagyon hideg volt, ott volt fűtés. De a folyosón, amint végbent a fürdőig, ahol végig kellett neki, ahol tussultak, ott bizony nem volt fűtés. Meg ma se nincs, meg nem volt akkor sem. Ez. Hideg végben, letusszal végigmény a hideg folyoson, képzeljék el, most ez tiszta betegség. És az étkezéssel is mondták, hogy volt valami probléma, az mi volt? Az étkezéssel nagyon nagy problémák vannak mai napig is. Az én fiam azt mondja, hogy moslékot adnak, ez a kifejezés, meg se eszi, úgyhogy ő azt kezdi. Zöldséget, gyümölcsöt mennyire? Semmit. Ők kapnak ilyen zöldbabot, meg borsót, meg minden össze van, össze van keverve. Mai össze van. Az én fiam így jel, én nem láttam valójában, hogy mit. Ő mondja, hogy a moslék. A zárkában milyen körülmények vannak, hányan vannak, mekkora egy zárka? Hát attól függ, hogy hol van. Vannak 4-es zárkák, vannak 8-as.
igen, 8-as, meg vannak a H70-en is vannak egy szobában. 70-en? Egy egész pavilon. Van ilyen, hogy 70-en ezárkában. Igen, na most jelen pillanatban mi fiunk, az 4-en vannak egy szobában ebben. Félnyitottban itt most jó. Jó neki, gondolom. Fürödhet minden nap. Most telefonálhat minden nap, hogyha van halókártyája. Nap, tényleg maximálisan fűtésük is van most. Tehát most itt rendben van. Most igen, itt egy jobb körülmény. Ez mióta számítható ez a jobb körülmény rendszer? Február óta. Tehát addig azért ebben a kemény rendszerben. És mi volt viszont? És mikor szabadul az Árpád? Az Árpád az három év és három hónap múlva szabadul. December folyamán meg lett ígérve, ugye, és rögtön Gurmai Zita képviselőasszony volt nála, valami újra választás, vagy mi volt itt Beográdban, és megérte Tadics úr neki, hogy lesz kegyelem a fiúknak. Akkor két fiúnak rögtön visszadobták a kegyelmet, hogy marad a 15 év, meg marad a 13 év. A három fiúnak meg annyi lett ígérve, hogy két-három év lesz kedvezmény, de mindidáig arra az ígéretre nem jött válasz. Azért, mert magyarok vertek meg szerbet, pont így sikerült. Nem tudom. Volt fordítva is. Fordított sokszor. Esetben nem mondjam. Fordított esetben 500 eset volt. Amit és milyen ítéletek születtek azokban az ügyekben? Azokban az esetekben nem születtek esetleg föltételes, vagy maximum vagy három hónap, vagy pénzbeli, vagy ilyesmi. Semmi. Vagy semmi más. Nem tudok olyant, aki még olyan is, aki 8-an vagy, várjunk csak, 11-en vagy 8-an vertek egy gyereket, nem akarom megnevezni névről, össze-vissza rugdosták, erélyt minden, kómában volt egy gyerek, úgy vitték kórházba, stb. Azok nem kaptak börtönbüntetést. Pedig a tett súlya, hogyha még akar mindent figyelembe veszünk ebbe a mi fiaink esetében, sokkal nagyobb volt a sérülések, meg minden, mind ebben az esetben. Még az önök fiánál. De itt meghalt a sértett a végén. A végén kábítószerben nem. Nem, de nem, nem a bántalmazás. Öt év után halt meg az ember. Nem attól a sérülésektől, be van bizonyítva, Bozóki úr megszerezte a papírokat, hogy valójában kábítószer túladagolásba halt meg. És a felelősségre vonás az súlyos esti sértés miatt történt, vagy halálokozott esti sértés, vagy mi volt a vár? Gyilkossági kísérlet volt. Így volt beállítva, megírva. Sejt, semmi nem volt nála. Hogy orvul letámadták, és mindent csináltak, amit még ami nem is volt igaz, hogy le lett vizelve, meg ilyen, és a kárpárnasít, hogy ilyen nem volt még semmi. A törökök, az is benne van valahonnan a dokumentációban, amit a törökök a Drínai hídon csináltak a szervekkel. Tehát karóba hozták. A legsötétebb, előre mindenféle koreográfiával, megszerkesztett szöveggel ítélkeztek fölöttük. Képzelje el, hogy milyen az a bíró. És folyékonyan mondta, mint a vízfolyás, most valakinek az a kiszolgáltatott játékosa vagy bírónője lehetett, valaki lehet, hogy rászólt, hogy így meg így kell, hogy ítélkezzen, mivel a magyar gyerekek. De ez nem csoda. Itt valami visszacsapás történhetett, a 300 valahány magyar verés megtörtént, amit mindenki tud, délvidéken, meg mindenféle sírgyalázások, stb. De ez nem csak most. Amióta menekültek, ide jöttek. Ez volt azelőtt is, nem ilyen intenzitása, de ez a délszláv háború befejezése után katasztrófa lett a helyzet. A szerbek abszolút visszaéltek a magyarokkal, tehát 350, vagy mennyi rögzítve van, nagyon sok minden emszabó, rengeteget a délvidéki magyar verésekben megemlítnek, fölvetnek, stb. Nagyon sok dolog nincs földolgozva, csak dokumentálva van, de azért egyet sem nem büntettek meg. 61 évet adni egy ilyen ügyé. No, én nem mondom azt, hogy a fiúk nem érdemeltek büntetést. A bűn, a botrány, jóval. Valamennyit megérdemeltek.
De hol van azoknak a büntetés, akik valójában? Valójában. Meghalnak, mert voltak egy gyilkos, agyonvertek, szóval a Dunába nyomkodták a fejét, pisztolyfokával így verték a fejét nekünk, meg, megvágták később, meg megsózták, meg két napon keresztül kihozták. Bele a és mi lett és 13 és fél évet kaptak, hatan, a hetedik nincs meg. Még ma sem. Ennyi év. Hol a 13 és fél a 61 év? Ugye? Ilyesmiket csinál. Tehát az igazságszolgáltatás egy Európába törekvő országba egyenlő a nullába. Ennyit merik mondani, ha akarmilyen felelősséggel. Olyasmit tanúsított ez a Petrovics, mint hogy ki akarná provokálni eztet, hogy valójában legyen megverve. Nem tudom, hogy valaki felebújtotta, de pontosan választás előtt, ami gyanús, hogy választás előtt történik egy ilyen botrány. Nem tudom. Nem tudok rá választani, azért mert fél egykor ment el innét, még fölért a piac térre, a nagylánya, meg minden. Ez ott már hancúrozott boxgatyába. Leverkőzött boxgatyára is ottan. Annyira részeg volt minden. Mindenki provokáció. Szidalmazta magyarok édesanyját, meg is ott. Hát akkor most kérdezem én magukat. Jó. Hogy mi ebből az igaz valójában? Egyik, másik, harmadik megverte. Árpád megütte, amit én tudok, meg a jegyzőkönyvben áll. De háromszor, Árpád kísérte a lányt, és akkor a nagylány háromszor megütte, meg egyszer belerúgott. Megcsupált a lánynak a haját. Ott mentek el, és akkor ütött az Árpádbe. Meg neki kétszer megütte, még belerúgott, és elkísérte a lányt. Úgyhogy nem is tudja, hogy mi történt. Szidalmazta a lányokat, mindent akartottan macerálni a lányokat, és a többi. A bíróságon nem használták a magyar nyelvet, ezt tudom. Mert nekem is ez jutott a tudomásomra, hogy a tárgyalás során nem voltak tisztában. Nem. Némelyik fül, tudsz szerbi, némelyik fül, nem kaptak fordítót, de egy olyan nem hivatalos fordítót kaptak, akire fogalma nincs a fordításra. Itt is rögtön vettek tőlük vizeletet. Kécé. Még mielőtt elvitték őket. Kécé. És egyszerűen eltűntek a leletek. Nincs. Nincs az a nővér, nincs az az orvos, nincs aki megcsinálta a leleteket. Uh-huh. Szóval ő szerintük tiszta józanok voltak, pedig minden gyerekre volt akkor. És az itteni jogszabály szerint az ennyit körülmény? Hát igen, az kellene, hogy legyen. Az kellett volna. Hogyha vérmintákból kimutassák, hogy van benne alkohol. Mert mondjuk a magyar jogban ez teljesen mindegy, hogy valaki nem, akkor itt úgy veszik, hogy mondjuk például indulok Árpádból ki, hogy 18 éves volt, kiskorú, mondjuk itt a állapotban első alkalom, hogy netán ilyen történt valami, lehet, hogy lett volna könnyítő valami. Mm. De mivel a leletek minden eltűnt, nincs könnyítő. Hát kérdezem én Krisztina magát, hogy lehet, hogy hat résztvevő van az esetben. Hogy lehet mindnek nulla vércsoport? Beírták a jegyzőkönyvbe, hogy több, mint valószínű nulla. A temerini rendőrfőnököt hívták be, még egy rendőr alkalmazottat hittak be, abszolút nem jelentek meg a bíróság. Akkor mi jelentek? Az egész eljárás során? Abszolút nem mentek be. Milyen eljárás ez? Tehát maga a bántalmazási folyamatra gyakorlatilag külső terhelő tanú nem volt. Tehát nem volt olyan, aki azt mondta volna, hogy én látom, hogy láttam, hogy pontosan ki mit csinált. Csak a sértett elmondása. Ilyen tanúk voltak, akiket behívtak a fiaim mellé, hogy tanúskodjanak. Azokat volt, aki bement részegen. Úgy szépen menj be, kizavart a bíró. A másikakat, a többieket volt, aki kiskorú volt, az is bement, kivárakoztatta őket a folyosón, már majdnem, hogy ott hagyták a bíróságot, tehát meddig tart ez az egész. Úgyhogy meglett ez az egész olyan szép módon szerintünk játsza, hogy ez ilyen mederbe bírjon terelőni. Egymás után... Kik dolgoztak az ügyön, akik lelettek tartóztatva? Egymás után... Lelettek tartóztatva? A bírók? Igen. Korrupt bírók lettek letartóztatva. A fiúknak az aláírása látszik a végzéseken, ugye? Végzésen aláírásokon látszik meg a szereplő nevek. A szereplő nevek, a bírák nevei. Van, aki korrupt, van, aki másik ügybe bűnös. Volt egy időszak, amikor le akarta őket az igazságügyminiszter váltani, ki is jött a sajtóba.
a hétbírábú öt szerepel a fiaink ügyibe is. Hetes tanács volt? Vagy öt hét bíró volt, aki korrupció hét, miatt felelősségre lett volna? Nem. Egy volt felelős, volt. Aki hét tagú volt. Egy felel a korrupciójé. Nyolc évet kapott. Is, nyolc helyett hatot kapott. Úgyhogy már ül is lassan valahol, mit tudom én, Pozsony Vácon vagy hol. És ilyen bírák ítélkeztek. Hányan voltak másodfokon bírák, akik helyben hagyták ezt az esetet? Azt hiszem, hogy öt bírák volt. Öt tagú tanács volt. Azt hiszem, hogy öt tagú. És ebből van egy, aki korrupció miatt nyolc éves büntetését tölti, és a többiről mit tudunk még? A többiről tudunk másik esetben egy bizonyos szerb pópát, pedofil pópát, ugye, aki kiskorú fiúkat bántalmazott. No, az a pedofil pópát, azok még azt az esetet, az ő ítéletét elodázták. Zagyva György Gyula a parlamentbe felszólalt, és annak a zelenkező válaszát Németh Zsolttól megkaptuk, és azt, hogy én megnéztem, akkor kérdezem én magukat valójában, hogy ki dolgozik itt a magyarságén. Az a Németh Zsolt a magyarságé dolgozik? Őszintén kérdezem. Nem, én magukat kérdezem. Mert én ezt így veszem észre. Azok a válaszok egy olyan válasz, mint az ásulán vízen. Semlegesítő válasz, hogy nehogy véletlenül védjük ezeket a bajba levő fiúkat, amik tényleg bajba vannak. Mind az öt bajba. Nehogy a Úristen, a Németh Zsolt ebbe helyzetbe kerüljön. Mondjuk rá egy olyan remény is volt, majd hogyha egy napon a Fidesz ugye levált, elmegy a Gyurcsány kormány, és akkor a Fidesz átlép, ugye, stb., hogy majd valamit a Fidesz fog egy kicsikét a fiúk irányába billenteni. Mindidáig így nyilvánosság előtt nem történnek. Lehet, hogy a színfalak közt, színfalak mellett valami zajlik, ami valamit fog majd jelenteni számunkra, de mindidáig nem lett észre lehető ez az egész. Én szerintem ennyi volt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Remélem, hogy majd Árpáddal is fogunk találkozni. Hát igen, hallom, hogy jön. Most pénteken jön haza. Hallom, hogy szeretnének bemenni a börtönbe. Mert szeretnék. Hogyha lesz lehetőség. Oda jobb, ha nem. Mert? Az nagyon borzasztó. Én mikor először mentem itt a kivizsgáláshoz hozzá. Hát az borzasztó átélni. Gyurcsán megkevített bennünket a titulni. Mikor így ráthúzza az árat és rázzálja. Én rám, aki életemben nem voltam büntetve semmiért. Ez borzasztó. Akkor elindulunk szeretettel, jó? Köszönöm. Szervusz. 1993-ban alakult a mi egyesületünk, és az anyanyelvápolással kezdtük a szorványban, mert már akkor is nagy baj volt, óriási mértékű a beolvadás. Sok faluban nincs is magyar nyelvű oktatás, illetve csak 4 osztályban. Az egyetemen nincs magyar oktatás, kivéve a magyar tanszéket itt Újvidéken, és ezért, mivel, hogy megmaradjon a kapcsolatuk a magyar kultúrával, ezért a magyar történelemmel, irodalommal, művészetekkel, néprajzzal kapcsolatos előadásokat tartunk, szakemberek jönnek és tartnak előadást minden kedden a diákoknak. Az a jó, hogy itt együtt vannak a magyarok, és ez nagyon fontos, hogy ne szétszórva legyenek a diák otthonokban. Egyébként hátrányos helyzetben vannak az újvidéki egyetem diák otthonának az elhelyezése terén, mert hát oda mindig elég kevés magyar jut be. A szerb pártot, a Tadics-féle pártot képviselő civil szervezet embereiben vannak az MNT-ben. Mi meg nem vagyunk benne, ugye? Azért, többek között azért, mert hát én arra gondoltam, hogy nekünk van kb. 800 tagunk, 900 körülbelül. Van 72 egyetemistánk. Na most, hogyha a tagságnak csak fele, és az egyetemistánknak csak a fele gyűjt össze 3
aláírást, már kész van, csak a mi részünkről, 1500 aláírásra van szó. És nem működött a dolog, de az óvónők vezetője is azt mondta, ó, hát ez könnyű, hát az óvónők azok biztos, és mindenki akarta volna, de akkor jött egy ilyen ukáz a VMS részéről, hogy aki nekünk aláír, az felmondást fog kapni. Ezt az MNT-t támogatja a kormány, de én mondtam, hogy tehát ezek az emberek, akik ott vannak, ezek liberálisok, balliberálisok. És hogy ne soroljam a továbbiakat. Hát igen, tudják ők azt, hogy ez így van, de ez az egyetlen olyan formáció, ami reményt ad arra, hogy autonómia lesz. Autonómia kezdeményezés. Például itt magyarországi pedagógus nem is taníthat a mi iskolánkban. Magyar állampolgár. Mert hogy nem kötnek vele szerződés, vagy nem teti be a lábát, vagy... Hát nem, egyszerűen ilyen a törvény, hogy csak szerb állampolgár. Ezt kimondja itt tételesen a törvény, vagy csak... Igen, kérjük a kormányt az állampolgársághoz. Föltétel a munkából. Egyedül a nyári távolságban ott lehetne a gyerekekkel foglalkozni, de így a hivatalos tanítási... Mondjuk pekjük lesz már belépnek az Európai Unióba, akkor ezt majd el lesz elejteni. Hát én gondolom, hogy el lesz elejteni, de... Azok képeket lesznek magyar állampolgárt is. Mikor lesz abból valami? Aha. A képviselő asszony azt mondta, hogy szeretnének megismerkedni délvidéki magyarok helyzetével. Ezt nálunk nagyon kevesen és nagyon ritkán mondták. Én nekem eddig nem volt találkozom olyan hivatalos magyar személyiségekkel, akiket érdekelt volna a délvidéki vagy vajdasági magyaroknak a helyzete. Én mögöttem nem áll egy kutatóintézet, én mögöttem nem áll a kormány, én mögöttem nem áll senki. Saját magam gyűjtöttem össze ezeket az adatokat, persze nyilvános adatokról van szó, ami a sajtóban megjelent, ami hozzá lehet férni az interneten, saját tapasztalataim alapján, stb. És én ezt felajánlottam a Bárdi Nándornak. Ezt azért mondom, hogy lássák, hogy milyen a magyarországi irántunk való viszonyulás. Egyébként én a Magyar Tudományos Akadémia Tűrhoni Társaságának is a tagja vagyok. És hát a Bárdi Nándor azt mondta, hogy sajnálja, nem akarom én, hogy az embernek, ő egyébként személyesen soha nem találkoztunk, lehet, hogy jó szándékú is volt meg, stb. Nincs most pénzük erre, hogy kiadják nyomtatásba, de felajánlotta, hogy szerveznek egy tanácskozást a Magyar Tudományos Akadémia, amit én örömmel elfogadtam, örömmel hívjanak meg akárkit, tárgyaljunk róla, mert a magyar külpolitikának sajnos nincsen kisebbségi politikája. Semmilyen kisebbségi politikája nincsen, főleg nem a délvidék iránt. A Nemzeti Tanács mind a mai napig nem nyilatkozott például a magyar verésekkel kapcsolatban. Én személyesen november 2-án intéztem levelet, mivel megelégeltem, én most ilyen durván mondom, azt, hogy állandóan a magyar verésekről van szó, viszont arról nincs szó, hogy ezek, milyen eljárások indultak, és főleg arról nincs szó, hogy azok milyen eredménnyel fejeződtek be. A vajdaságban nincsen egyetlen egy független intézmény se, amelyik a nemzeti kisebbségek helyzetével jogaival foglalkozik. Rengeteg intézmény van, de az mind politikai intézmény, és olyan úgy is viszonyul a dolgokhoz. Tehát van a tartományi ombudsman, van a képviselőház nemzetiségi bizottsága, most létrehozták a képviselőházba, létrehoztak még egy nemzeti tanács, nemzeti közösségek tanácsát, ami még összejut azért, hogy megválasszák az elnököt, de tehát nem folyik érdemi munka. Például most a Délbánátban ott talajvíz van, Tordán összedőlt 15 ház, Magyar Csernyén összedőlt 40 ház, ha nem ugyanazokat ugyanazt biztosítják a számukra, mint Krájevóban, Dél-Szerbiában, ahol a földrengés miatt dőltek össze a házak. Tehát ez is tehát nagyon sokféle, nem kell ezt maguknak, hogy mondjam, hogy mennyiféle formája, fajtája van a jogsérelmek. Felhívom a kedves utitársat. Hogy nem is kell. A délvidéki magyarokról és jogsértésekről van szó, akkor most már mindenkinek beugrik a temerini fiúk ügye.
és ti, mint a temerini fiúk egyikének szülei, már biztos kerültetek olyan nehéz helyzetbe, mint amiben most vagytok, mert ez biztos egy nagyon nehéz helyzet, hogy újra és újra megosztani a fájdalmatokat, és elmondani, hogy mi is történt. De mégis erre kérnélek benneteket, mert nagyon szeretnénk tudni azt, hogy ebben az eljárásban történtek-e jogsértések, részben az eljárásban magában, másrészt pedig a büntetés végrehajtása során. Minden jel arra mutat, hogy ez igenis előre el volt tervezve, mert aznap még az orán ezt a megboldogult, a délelőtt 9 órakor, 11 órakor Magyar Színházban, Újvidéken ki lett dobva már ott randírozott. Újvidéken. Drogos állapotban volt, vagy részegúgott, vagy miért? Itten Temerinben azt tudjuk, hogy drogos, droghatás alatt volt, és meg kábít, vagy alkohol hatás alatt volt. Uh-huh. Ezt tudjuk. És mit állapítottak meg ezzel a droggal kapcsolatban? Hát egészen el lett másít, vagy idegen állapotú, idegen eredetű, nem is olyan színű volt. A gyerekek, az én fiamnak kötekedett ott mindenkivel. Az én fiamnak mondta, hogy minden magyar édesanyját nemzette, de nem is egyszer. Mert ez végig provokált a Temerint. Az egyik szórakozó helyről, mint a másik szórakozó helyre. Ez direkt zónázott, még volt az ő zónája, hogy ez kötekedjen. És akkor mindenhol itt a magyarokat, persze, elvette a lányokat. Elvette az italjukat, beleköpött az italjukba, cigarettájukat elvette. Szóval ez az élet itt, ahhoz egy rendbontást csinálja. Önök tudnak olyasmiről, hogy bántalmazták volna a rendőrök valamelyik őket az öt közül? Hát, azt tudom, hogy... Újvidéken igen. Uh-huh. Két? A mindet van. Mindet? Igen. Papírban benne van, hogy az Uracs Józsefot megverték, az a bírónőnek meg is mutatta a bírónak. Helyét. Bírónak. Vagy a bírónak, mert megmutatta, hogy főhúzta, nézzék még. De hát utána csak a Józsefnek kijelentése benne van, hogy meg lett verve, de semmi több. Abba is maradt. Azon az első kihallgatáson, amikor nem volt védő, nem volt ott ügyvéd, akkor tolmács volt, ezt úgy írt, hogy legalább tolmács volt? Nem kellett a tolmács azért, mert a Lajos az magyar. Tehát magyarul folyt a kihallgatás? A rendőr. A magyarul folyt. Igen, a Miskolci Lajos volt, az a kapitány. De a jegyzőkönyvezés is magyarul folyt? Azt nem hiszem. Nem. Az viszont akkor már elég érdekes. Nem, mert azt meg a Maxit Jován csinált. Akkor az a Maxit Jován az meg Újvidéken, itt dolgozott valamikor nyomozó volt, de hát eldobták Újvidékre. Ott, igen, Szerd, de ott van neki munkai, nem tudom mit keresett itten akkor. De szerb nyelven vette fel a jegyzőkönyvet, és nekik alá kellett írni, stb. Miközben nem volt se tolmács, se védő. Hivatalos nyelv, szerb a rendőrségen. Nem volt nekünk vécepapír, egy toalettpapír nem volt. Volt, mikor 10 napig, 2 hétig nem volt toalettpapír nekünk. Nem tudtuk róla, hogy nincsen, és már nem vittünk. És akkor panaszkodnak, hogy nincsen tisztít. Nem, még az alapadó higiéniát nem bírják elrendezni. Mosakodási lehetőség? A Zsoltinál 80-an voltak egy helységbe. 80 személy. Melyik börtön volt? Mitrovicán. Még mai nap is lehet, hogy nincs is áram ottan. Nem volt áram? Föltételezzük, mert mindenkinek van valami tranzisztorja, vagy rádió, vagy valamilyen van. És a Zsoltinak soha nem lehet beküldeni, mert nincs áram. Nem bírja használni. Hogy 80 személy van egy helyen bent. Egyetlen egy vécé. 80 személyre van egy vécé. Igen. 80 személyre egy vécé van. Zuhanyozó? Nincs. Hát csak zuhanyoztak valahogy, nem? Az ottan nem. Elvitték esetleg őket máshova, hideg vízzel. Ott nincs fürdő abban a helységben, ahol nők van. De hát jó, van bent, nincs. Azt én nem tudom, de azt... Tudod, hogy mesítik az árkiék, hogy hideg vízzel. Olyan, hogy nylon volt az ablak, és az is félig leszakadozva, hogy annyira fújt a szél, meg minden, hogy egyszerűen mondták, csak egy pillanatra mentek a víz alá, meg aztán már mentek is. Plasztik flakonba melegítették a vizet a szobába bent, és abba tisztálkodtak. És megtalált az őr, valamelyik engedte, valamelyik nem engedte, azt használják. Ennek a szerb politikának nem szabad hinni. És Robinak is, hogy elrendezte ezt az összejövetet, hogy sikerüljön. Ez az én véleményeid, ígérnek mindent, de nem csinálnak semmit. Itt csak hasznot akarnak húzni.
Itt állni csak a néped mindenre, csak bejussanak. Ezek nem annak semmit, csak problémát. Minden, itt is, ott is ez a pajtigyig eljut a elsőleg. A mostani körülmények közt a pajtigyig eljut valami papír, de az tovább nem mind. Nem jut el a helyekre, nem. A elkövetménye nem jut el. Én akkor nagyon köszönöm nektek, hogy ezeket elmondtátok. És kérdezem Tónit, hogy van-e valami kérdésed, ügyed úr? Senki nem? Na, akkor köszönjük szépen. Köszönjük. Kellett kicsit, hogy mégis valamilyen emlékhelyet tudjanak állítani még a kommunista idő alatt. Ezt a 94-94-94-ben állították, előtte egy kis betonkereszt volt előtt, és csak annyi volt kérve, hogy névtelen bajtársaim. Az akkor hatalomnak ennyi fért bele. Lőttek a partizánnak a faluba, szétküldték a dobost, hogy minden munkára képes férfi 16 és 66 év között jelenjen meg a templom udvaron, mivel hát kényszermunkára lesznek sorolva, egy nap élelmet vigyenek magukkal, elmentek az emberek a templom udvarba, ott már a szerbek, a kommunisták egy listával álltak elő, és például volt olyan, hogy a listán horvát, valami bármilyen név szerepelt, és hárman kiléptek a sorból, hogy ugyanúgy hívják őket, akkor vitték mind a hárman. Szóval a szerencsésebbek, akiket nem szólítottak ki, azok Újvidékre kerültek kényszermunkára, és a hónapok után térhettek haza. Ők is több szenvedésen mentek keresztül, valamelyik már egész Szerbiába kellett, hogy visszajöjjön, mert ilyen kemény fizikai munkákat dolgoztattak velük. A német hadizsákmányt pakolták le hajókról és hasonlók, de akiket kiválasztottak itt a templomudvarba, azoknak nagy részét ide kiterelték, és itt bele géppuskázták a tömegsírba. Például nekem is déd, nagyanyám, édesapját a községházán verték agyon, mert a fia csendőr volt a magyar hatalom ideje alatt. Méghozzá nem is akárhol, hanem Zsabján, és mindenképp rajtuk a 42-es razzia miatt bosszút szerettek volna. És egyszerűen déd nagyanyám bement a községházára, megpróbálta megtudni, hogy hát mégis mi van az apjával, és mégis, hogy valahogy takarják a gyilkosságot, fejem már szét volt verve puskatussal, és zingét a nyakára kötték, hogy felakasztotta bent magát. És ez a dédnagyanyám, amikor elkezdett kiabálni rájuk, mégis kiborult az asszony, hogy hát megöltétek apámat, akkor géppuskával feléje lövöldöztek, meg ilyesmi. Úgyhogy kemény napok voltak azok az itt élő magyarság számára. Körülbelül 10%, délvidéki magyarság 10%-át semmisítették meg pár nap alatt. Német cseheknek meg 90%-át. Az van a szalagon, hogy főhajtással és örök emlékezéssel a kommunisták által meggyilkolt magyar mártírok emléke előtt kemerítem. Nemzeti Jogvédő Alapítvány 2011. március 31. Emlékük arra kötelez minket, hogy soha ne adjuk fel az igazságért folytatott küzdelmünket, nemzet szabadságáért folytatott küzdelmünket.
jó kedvem bősége, nyújtsd feléje védőkat a küzd ellensége. Vastos, aki régen tét, hozd rámig esztendőt, mert bűnötte már e nép a Úrtat sőhendőt. Település Kossuthoz igazán már az 1800-as évektől kötődik. Önmagában a település neve is ugye Bács Kossuth falva. Mindig is komolyan kötődtünk. A Kossuth katonái közül innen kerültek ki legtöbben. Etnikai szempontból talán az egyik legtisztább településsel büszkélkedhetünk, de viszont azt joggal kijelenthetem, hogy a falu rablása az már szisztematikussá vált, és a környező településeken ez egyáltalán nem jellemző. Tehát ez már fölmerült azon a pártunktól független lakossági fórumon is, hogy végül is itt praktikusan a magyarságnak a szisztematikus kirablásáról van szó. Na most ez a kérdés, ez némileg köthető a társadalom parazitáihoz. Valahol ez már-már úgymond cigány kérdésé vált, habár ezt igazából nem meri, nem akarja, nem tudja senki úgymond fölvállalni. Tehát a magyarság kirablása az ebben az esetben azt jelenti, hogy betörnek az otthonaiba. Szó szerint, így van, ez akár fényes nappal is bekövetkezik, úgyhogy a lakosság már-már úgymond önszerveződésen gondolkodik, az önszerveződésen kívül pedig olyan lehetőségen, hogy külső biztonsági cégek nyújtsanak segítséget olyan szempontból, hogy járőrszolgálatot biztosítsanak. Na most ebben ugye nem titkolt részünk az, hogy mi is úgymond tudjunk ebben részt vállalni, olyan szinten, hogy a Szebb Jövőért polgárőrség segítségével egy kisebb úgymond képzésen mennénk keresztül helyi pár fiatal, akár egy 5-6 fős létszámról lenne szó, akik minden nap, minden másnap, vagy akár hetente 2-3 alkalommal is bejárják úgymond a kritikusabb területeket, helyszíneket. Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje, amíg egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Esik a hídára, Kossuth Lajos kalapjára, valahány csepp esik rája, annyi áldás szálljon rája. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Főhajtással Kossuth Lajos az államférfi előtt, Bács Kossuth falva, március 31-2011, Nemzeti Jogvédő Alapítvány. Köszönjük szépen! Most egy perces éve. Bács Kossuth falva,
azért kötődik Kossuth Lajoshoz, mert itt lett legtöbb elkötelezett harcosa annak a felhívásnak, amit Kossuth Lajos abban a nehéz helyzetben 48 nyara végén megtett, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a Szent Korona védelme érdekében elindított mozgalom, amelynek nyilván megszülettek a 48 áprilisi törvények, amelyek képesek voltak arra, hogy azzal a 31 törvénnyel rávegyék Habsburg uralkodót arra, hogy biztosítsa a nemzet szabadságát, akkor még fegyver nélkül és vér nélkül, de nyilván megszegte az ígéretét, mint minden idegen hódító tette eddig ezt országunkban. És Kossuth akkor abban a híres, emlékezetes beszédében olyan módon meg tudta mozgatni képviselőtársait, hogy azonnal megajánlották a 200 000 katonát, és legfigyelmeztetőbbek azok az a mondata, amit ugye akkor mondott, amikor erre reagált, egyrészt, hogy leborul a nemzet nagysága előtt, de ugyanakkor már azt is hozzátette, hogy legalább legyen olyan nagy lelkesedés a végrehajtásban is, mint a megajánlásban, és azt, ami ez a legfontosabb máig ható gondolat, Kossuth államférfői nagyságát és bölcsességét ez a kijelentés a legjobban jelképezi, és ránk is igaz kell ez legyen, nemzeti elkötelezettségű magyarokra, hogy szívós, kemény, következetes nemzetépítő munkával lehet csak hosszú távú eredményt elérni, a honvíz visszaszerzést, akár a Csonkahazában, akár pedig itt az elszakított területeken, és ez nagyon jó tudni, hogy olyan bajtársak és honfitársak vannak, mint most itt körünkben a Magyar Remény Mozgalom két kiemelkedő tagja, és ezúton kívánunk nektek nagyon sok sikert és kitartást, és türelmet ahhoz, hogy ebben a nagyon-nagyon nehéz ellenszélben a munkátok előbb-utóbb, mivel igazság alapú, ezért győzelembe hivatott. Tiszteletem a tévéből, igen. Hát az egyházközségből szóltak, mert önöket is láttam, hogy mivel hát ugye itt vannak a szobornál, akkor egy nagyon pici, csak ilyen, itt a faluból egy kis kedvesség, ilyen irományok, hasonló kiadványok, amik a 2010-es évnek a termékei. Mert ezt a szájzaklatásnak egy kicsit adott. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Örülünk, hogy itt van minden. Természetesen. Az elsődleges és mindenek fölötti célunk az, hogy a délvidéki magyarság nemzeti öntudatát a lehető legmagasabb szintre emeljük. És ebbe a célba gyökerezik minden más cél. Tehát ez a legelső és a legfontosabb. Az alfája és az omegája mindennek, minden tevékenységünknek. Nagyon köszönöm, hogy fogad be minket. Hajlát Béla, üdvözlöm Kisztelisztelő. A gondnokunk. Elmehetünk mit, te ne elszakszerek enket? Elnézést kérjük, nem így időzítettünk, de a Jóisten így akartat. Békesség, Isten! Szeretnénk fölmérni azt, hogy milyen igényeik vannak a délvidéki magyar testvéreinknek, hogy mi az, amit mi képviseljünk ezekben a tárgyalásokban. Alapvetően nekünk az önrendelkezés a legnagyobb problémánk, úgy is, mint kisebbségieknek, és úgy is, mint esetleg vidéken élőnknek, tehát nekünk nagyon kis beleszólásunk van a sorsunk alakításában. Tehát se normatív támogatás, se egyéb más ilyesmi, ez nem létezik, mert nincs kategória rá, nincs olyan egyház kategória. És akkor most mi vagyunk ezzel a dologgal az óvodával, de ez a kérdés igazából fölmegy egészen az egyetemekig. Tehát ami Magyarországon, még itt csak mondom, tehát kitűnő kapcsolataink van. Tehát látjuk, hogy hogyan működik ott, sőt csorog a nyálunk, amikor azt halljuk, hogy egy adott helyen egy oktatási intézmény, hogyha állami, akkor kap egy forint szor, nem tudom, hogyha pedig egyházi jön, az akkor 1,82 szor szóljon neki. Tehát
itt pedig nullával szóltunk mi. Ez egy ilyen specifikus dolog. Megtörtént egy rabló privatizáció, ami aztán gyakorlatilag kihúzza az emberek talpa alól a megélhetési alapot. Tehát és nincs munka. Nincs munkahely. Uh-huh. Egyáltalán szűnnek meg, és abszolút tapasztaljuk az óvodás gyerekeknél, szülőknél, családoknál, hogy jönnek a gyerekek, és részletenként hozza be. Tehát mi annyit kérünk, 1100-200 dinárt kérünk, mint amit az állami óvoda is uh-huh. kér a szülőktől, de látjuk, hogy azt... Mint egy 12 euró. 11-12 uh-huh. euróról beszélünk, részletekben tudja behozni. Uh-huh. Mert nincs munkája. Ugye, és akkor... Segítő élnek, hogy mit élnek. Hát, igen. Én életművészek tömege van sajnos itt az. Az azért mégiscsak elfogadhatatlan, hogy Európába igyekezünk, és azok a vagyonok, amelyek vagy nacionalizálással, vagy különböző időszakokban elvételre kerültek, azok nagyon kis részben történt csak meg a visszaszármaztatása. És értem én azt, hogy ingatlanok vonatkozásában közben adásvételek, mint olyanok megtörténtek, és ez természetesen rendben van, utána ugye az úgynevezett kárpótlási jegy, vagy más rendszer is ennek az országnak, ugye mivel a pénze kevés, ebből biztos, hogy gondok lesznek. De legalább a földterületek, amik ugye megvannak fizikálisan, ennek a visszaadása szerintem ez mindenféleképp egy olyan kardinális kérdés, amely inkább a vajdaságiaknak, de ha úgy tetszik azon belül a vajdasági magyaroknak is, vagy ha úgy tetszik akár ezen a településen is, sokat tud ilyen vonatkozásba segíteni. Én azt tapasztaltam, hogy a magyar soros elnökség is, meg a magyar kormány is úgy fogja föl, hogy tulajdonképpen minden a lehető legnagyobb rendben nincsen semmi olyan késztetésünk, hogy ezt a történelmi pillanatot kihasználjuk, amit mondjuk a román csatlakozás esetében elmulasztottunk. Mennyire felel meg most a délvidéki magyarok szemszögéből és szemüvegen keresztül Szerbia a csatlakozási feltételeknek, illetőleg mi az a fajta nemzeti érdek, amit a magyar államnak mindenképpen képviselnie kellene ahhoz, hogy igen mondjon erre a csatlakozásra. Mi kérdezni szeretnénk, tehát nem mondani jöttünk dolgokat, hanem kérdezni, hogy mit képviseljünk, hogy látják a helyzetet, mik azok az aktualitások, amiket föl kellene hangosítani a csatlakozási folyamat kapcsán, mit várnának tőlünk, mint képviselőtől a Magyarországgyűlésben, illetőleg az Európai Parlamentben. És hát ugye a börtönkörülmények, hogy ugye 80 ágyas zárkáról beszélnek, hogy ilyen körülmények között voltak a börtönben, 80 ágyas zárkában a szabad levegőhöz való jog nem érvényesült, tehát azt mondták, hogyha nem megy minden zárkatás adott időpontban sétálni, akkor aznak nincsen séta, hideg volt, nem volt megfelelő az érkezés, egészségügyi ellátás nem volt megfelelő. Az anyanyelvi oktatás az ugye egy dolog, és nagyon fontos, és látjuk, hogy ez a különösebb probléma középiskolai szintig nincsen, amit nehezményezünk, az a történelem oktatás. Tehát úgy érezzük, hogy egy a nemzeti megmaradás szempontjából nem kielégítő, a szerb tankönyvek lefordításán alapuló történelemoktatás folyik, ami a közösségnek nem elegendő. Tehát az, hogy a magyar gyereknek megmaradjon a magyar közösséghez tartozása és identitása, ahhoz nem elég az, hogy a szerb tankönyvet magyarra lefordítva a szerb szemléletű történelemoktatásban részesül. Nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek. Szívügyem az, amit elnök úr úgy fogalmazott meg, hogy mi a szerepe a délvidéki magyarságnak a szerb csatlakozási folyamatban. Hát nagyon fontos, hogy legyen szerepe, tehát hogy legyen hangja a délvidéki magyarságnak ebben a csatlakozási folyamatban, és mi képviselőként, ahogy ennek a hivatásnak a neve is mutatja, a magyar képviselőként, Gaudi Nagy Tamással a Magyarországgyűlésben, illetőleg az Európa Tanácsban, ahol szintén ő magyar képviselő, én pedig az Európai Parlamentben, mint magyar képviselő, képviselnem kell az elszakított területeken élő magyar testvéreinknek az érdekeit, javaslatait, céljait,
hangját, és most miután folyamatban van a Szerbia Európai Uniós csatlakozása felé vezető tárgyalások sorozata, úgy gondoltuk, hogy nekünk meg kell kérdeznünk a délvidéki magyarságot arról, hogy mit szeretnének, hogy mi hangoztassunk ebben a csatlakozási folyamatban. Hiszen itt két fontos kérdéskör is van. Az egyik az, hogy Szerbiának ugye meg kell felelni az Európai Unió által támasztott követelményeknek, illetőleg mindazoknak az európai normáknak, elnézést, egy kicsit megfáztam, tehát mindazoknak az európai normáknak, amelyeket a különböző jogszabályokban, rendelkezésekben, emberi jogokkal, nemzeti önrendelkezéssel és egyéb kérdésekkel kapcsolatban szabályoznak, lefektetnek. Ez az egyik kérdés, amit vizsgálni kell, hogy valóban megvan-e ez a megfelelőség minden területen, akkor is, hogyha a délvidéki magyarság szempontjából és szemüvegén keresztül nézzük végig ezeket a kérdésköröket. A másik kérdés pedig, hogy mi az a nemzeti érdek, amit mindenképpen érvényesíteni kell, és amelynek az esetleges nem érvényesülése esetén a magyar államnak kötelessége, hogy megvétózza az uniós csatlakozást, hiszen erre a lehetőség megvan. Én azt tapasztaltam az európai parlamenti munkám során, hogy a magyar elnökség teljes optimizmussal tekint, meg hát ugye a magyar sajtóból is ezt látjuk, hogy a magyar kormány, illetőleg az Európai Uniós magyar elnökség teljes körű optimizmussal látja ezt a helyzetet. Nem tűnik úgy, mintha feltételt kívánna támasztani Szerbia uniós csatlakozásával összefüggésben. Mi meg, hát legyünk őszintén, ugye egymás között vagyunk, félünk attól, hogy nehogy úgy járjunk, mint Románia csatlakozása alkalmával, amikor nem támasztottunk semmiféle feltételt, és hát csak vonatkozásban cserben hagytuk erdélyi magyar testvéreinket. Ott lett volna akkor a történelmi pillanat, hogy azt mondjuk, hogy de igenis ezt és ezt és ezt még a magyarság érdekében meg kell tennünk. Most azt szeretnénk, hogy nem ulasszuk el ezt a történelmi pillanatot, most van itt a lehetőség, hogy szóljunk. De akkor tudunk szólni, és akkor tudunk a magyar államra is ugye nyomást gyakorolni az emberek nevében, hogyha az embereket megkérdezzük arról, hogy mit mondjunk. Ezért vagyunk hát itt. Reméljük, hogy nem utoljára, tehát rendszeresen szeretnénk jönni egy ilyen monitorozó misszióra, és ebben a sajtó segítségét is kérjük. Nagyon szépen kérjük Önöket, hogy akár saját személyükben, akár nézőik, olvasóik meghívásán keresztül segítsenek nekünk ebben a misszióban. Mi nagyon szeretnénk azt, hogy civil szervezetek, egyházi emberek, magánemberek, a gazdasági élet szereplői jelentkeznének, akár Tomi barátomnál, képviselőtársamnál, akár nálam, honlapukon keresztül elérhetőek vagyunk e-mailen, bennünket hivatásbeli titoktartás kötelez, tehát nem is kell még csak nevet sem mondani, hiszen jelenségekre vagyunk kíváncsiak. Szeretnénk, hogyha adnának nekünk jelzéseket arról, hogy mi az, ami jogsértés, diszkrimináció, vagy egyéb, amit úgy gondolnak, hogy meg kellene említeni, illetve amivel kapcsolatban követeléseinknek kellene, hogy legyünk, vagy hogy legyenek. 40-50 ezer magyart mészároltak le, illetőleg zártak koncentrációs táborokba, megsemmisítő táborokba. Kettős mérce működik láthatóan, hiszen még mindig nem történt meg itt a tényeknek az elismerése, tehát hogy mi is történt, bocsánatkérés, illetőleg kárpótlás, erkölcsi és anyagi jóvátétel adása az érintetteknek, már akik túlélték, illetőleg a leszármazóik, valamint nagyon fontos lenne a közös történelem, hogy is mondjam, tehát a megbékélés jegyében, hogy így mondjam, ez most egy divatos és fontos kifejezés, az, hogy például méltó emlékhelyeket állítsanak ezzel kapcsolatban, ezekre a tragédiákra emlékezve. De túlélve a történelmen, de egy picit még mindig, mégiscsak vissza nyúlva az időben, ugye a tulajdon visszaszármaztatás kérdése úgy látjuk, hogy nagyon foglalkoztatja az itteni magyar lakosságot, és egyébként ez a szerb lakosságot is nyilvánvalóan érinti. És megtapasztalva mindazt, hogy mivel jár az Európai Uniós csatlakozás, hogy milyen kiszolgáltatottá válunk mi
volt kommunista országok, kelet-európai országok, közép-európai országok, mindegy, hogy hogy nevezzük, hát ne legyenek illúzióink afelől, hogy a nyugati tőke nagyon szeretné hát elárasztani ezt a területet, ezt a régiót és ezt az országot is. Erre úgy kell fölkészülni, hogy a lehető legnagyobb mértékben legyen saját tőkéje a helyi lakosságnak. Ilyen szempontból tehát a restitúció kérdése, a tulajdon visszaszármaztatás kérdése és az Európai Uniós csatlakozás, mint aktualitás nagyon is összekapcsolódnak. Tehát mi nagyon szívügyünknek tekintjük, és nagyon drukkolunk, hogy az Alkotmánybíróság határozata olyan legyen, hogy lehetővé tegye a restitúciót, mégpedig lehetőség szerint természetben, mert mi megtapasztaltuk Magyarországon, hogyha különböző kárpótlási jegyeket kapunk, akkor azt ugye nehéz helyzetben lévő emberek fillérekért eladják, nincs saját tőke, nincs nemzeti tőke, márpedig nemzeti tőke nélkül az Európai Unióba menni az egy nagyon veszedelmes dolog, ezt mi igazán tudjuk. Az egyházi intézmények vonatkozásában arról hallottunk, hogy az egyházi iskolákat, óvodákat számunkra meglepő módon nem finanszírozza az állam. Itt az egyik kolléganőnk a buszon nagyon frappásan fogalmazott, azt mondja, hogy már pedig itt feladat finanszírozásra lenne szükség, nem pedig politika finanszírozásra. Tehát a gyerek után járna ugye a fejkvóta ezzel a csúnya kifejezéssel, amit akkor is meg kellene kapni, hogyha a szülők úgy döntenek, hogy saját lelkismereti szabadságukat, vallásszabadságukat gyakorolva a gyermeküknek vallásos nevelést szeretnének, hát akkor a református óvoda, vagy katolikus iskola, vagy bármilyen egyházi iskola vagy óvoda kellene, hogy kapja erre a támogatást. Fölmerült ugyanúgy, mint az úgymond anyaországban a közbiztonság kérdése, nálunk is meglehetősen katasztrofális a helyzet a kis településeken, különösen az idős emberek folyamatos félelemben élnek, nagyon gyakoriak a vagyonelleni bűncselekmények, és sajnálattal hallottuk, hogy az is hasonló probléma, hasonlóképpen probléma, hogy a hatóságok nem járnak el megfelelő intenzitással, nincs következménye ezeknek a cselekményeknek, és hát kénytelenek ugye azon gondolkodni a helyi lakosság, hogy tudják saját magukat megvédeni. A biztonság, a személyes biztonság az egy olyan alapvető jog, amit ugye az Európai Unió és a most már Lisszaboni szerződés részeként abban szereplő alapjogi karta is nagyon fontosnak tekint. És egyáltalán az emberi jogok kérdésköre az Európai Uniós csatlakozással, hát mindkettőnk számára, tehát a csonkaország vagy anyaország számára is, itt az elszakított területek, illetve Szerbia számára is hát előtérbe kell, hogy kerüljenek. A betelepítések kérdése. Ugye ez látszólag egy ilyen nagyon delikát kérdés, jaj, hát csak piszegve beszéljünk róla, de ez is egy emberi jogi kérdés. Alapvető emberi jogi norma, és egyébként úgy tudjuk, hogy a szerb alkotmányban is benne van, hogy nem szabad szándékosan megváltoztatni az etnikai arányokat. Itt ugye egy érdekes jelenséggel állunk szemben, amennyire látom, hogy az az Európai Unió, ahol minden a szabad mozgásról és a személyek szabad áramlásáról, meg tartózkodási helyük szabad megváltoztatásáról szó, haza akarja küldeni az Európai Unió területén élő szerb állampolgárokat, és halljuk, hogy már is elindult egy olyan folyamat, meg hát különböző egyéb okokból is elindult egy olyan folyamat, hogy a magyar lakta területekre, tehát az őshonos magyar területekre telepítenek be menekülteket, illetőleg más etnikai csoporthoz tartozókat, ilyen módon megváltoztatva szándékosan az őshonos magyar jelleget. Ez nem egyszerűen egy politikai kérdés, egy kellemetlen, nem beszélünk róla politikai kérdés, ez egy emberi jogi kérdés, amit akként kell kezelni. A közösségi túlélést akadályozza egy ilyen fajta hát mozgalom vagy jelenség, amivel szemben mi nagyon szeretnénk, hogy komoly fellépés történne, és a magunk eszközeivel ezen rajta leszünk. A temerini fiúk ugye most már jól ismert szinte egész Európában. Mi mind a ketten jogászok vagyunk, én ráadásul büntetőjogász, úgyhogy én abszolút nem szeretnék belemenni itt a cselekmény részbe, annál is inkább, mert hát halljuk, hogy itt nagy viták vannak arról, hogy pontosan mi is történt. Bennünket az emberjogi része érdekel.
Beszélgetve a szülőkkel és jogász kollégánkkal, Bozóki Antallal, aki ugye nem járt el az ügyben védőként, de jól ismeri az ügyet, hiszen kegyelmi kérvényeket és strasbourgi beadványt szerkesztettek Gaudi Nagy Tamással együtt, és a többi. Azt látjuk, hogy az alapvető, garanciális természetű emberi jogok elég súlyosan sérültek ebben az ügyben. Anyanyelvhasználathoz való jog, az eljárás bizonyos szakaszaiban, főként az elején, és az eljárás egészét meghatározó első vallomás tételnél nem volt tolmács, nem volt jelen védő, ugye, ami a védelemhez való jognak nagyon súlyos megsértését jelenti. Szintén ide tartozik az a tény, hogy az öt fiatalember ugye minden laikus számára is világos módon érdekellentétben volt egymásra, ugye hát egymásra vallottak, és a többi, hát ilyenkor szigorúan tilos közös védőt kirendelni, hiszen nem várható el az ügyvédtől, hogy az érdekellentétben állóknak valóban a védelmét a megfelelő módon el tudja látni. Az előzetes letartóztatás alatti bántalmazás is megfelelőképpen bizonyítottnak tűnik. Borzasztóan furcsa volt nekem az, hogy zárt tárgyalást rendelt el a bíróság. Én most ismerkedtem ezzel az ügyet, tehát nagyon mély ismeretem nem volt róla. Hát ugye ezt tudjuk, hogy minden olyan ügyben, ahol bármilyen okból az állam és a vádlottak között egy fokozott érdek feszültség lehet, mert mondjuk egy kisebbséghez tartozik a vádlott, akkor triplán is oda kell figyelni arra, hogy betartsák a vonatkozó jogszabályokat, és a látszat is az legyen, hogy betartsák. És ehhez a tárgyalás nyilvánossága egy alapvető garancia, hogy oda be tudjon menni a sajtó, be tudjanak menni az ismerősök, hozzátartozók, be tudjanak menni jogvédő szervezetek, és figyeljék, hogy hogyan folyik, hogyan zajlik az az eljárás, valóban a megfelelő eljárási szabályoknak megfelelően zajlik-e. Azzal, hogy mondva csinált indokkal, mert azt mondjuk randalírozik egy hozzátartozó, az nem egy indok arra egy jogállamban, hogy teljes körülön zárt tárgyalást rendeljen el a bíróság. Én magam büntetőjogászként ezt tartom ebben az ügyben a legsúlyosabb jogsértésnek. Ehhez képest már csak apróságok, azok a fogvatartotti jogsértések, vagy fogvatartotti jogok megsértése és a börtönviszonyokkal kapcsolatos információk, hogy nem beszélhetek magyarul a beszélőn a hozzátartozókkal ezek a fiatal emberek, hogy 80 fős zárkában voltak, hát elég kevés Európai Uniós tagállam van, ahol mondjuk 80 fős zárkában vannak a börtönben elhelyezve a fogvatartottak, illetve gyakorlatilag nincs ilyen, tehát ez egy teljesen kizárt dolog, akkor, hogy mondjuk szabad levegőre csak akkor mehetnek, hogyha az összezárkatás úgy dönt, hogy szeretne menni, ha nem, akkor nem viszik szabad levegőre a fogvatartottakat. Én nem vagyok, tehát hogy mondjam, én a sértetti, az áldozati jogoknak legalább olyan megszállott híve vagyok, mint a fogvatartotti vagy a vádlotti jogoknak, de ezek jogállamokban és az Európai Uniós kultúrában nem egymást kizáró, hanem egymás mellett létező, és az emberi méltóság, mint alapvető jogból kiinduló járulékos jogok. Szeretném még megemlíteni azt az örömömet, és aztán átadom a szót Gaudi Nagy Tamás képviselőtársamnak, hogy találkozhatunk Bozóki Antal jogász kollégánkkal, aki egy nagyon különleges ajándékkal lepett meg bennünket, egy 420 oldalnyi terjedelmű kész jelentése, napra kész jelentése van a délvidéki magyarok helyzetéről, egy nagyon objektív, tényszerű, számokkal teli, adatokkal teli jelentés, amit én egy az egybe a saját tapasztalatainkkal együtt el fogok küldeni Füle biztos úrnak, a csatlakozásért felelős biztosnak, aki nagyon nyitottnak mutatkozik ezekre az információkra. Délvidéken vagyunk egy olyan részén a Kárpát-medencének, ahol az utóbbi évtizedek talán a legnehezebb körülményeket hozták a magyar közösség tagjai számára. Tehát a polgárháború, vagy belháború, illetve utána a gazdasági válság olyan nehézségeket hozott, amelyek mai napig nem kerültek igazából megválaszolásra. Igazából nincs jó úton most jelenleg a délvidéki magyarság, és ebben az a veszély áll fent, hogyha valóban a Európai Unióval kapcsolatos rózsaszín ígéretek és elvárások mérlegére tesszük ezt a kérdéskört, akkor egy ilyen illuzórikus megközelítés és egy ilyen álszent problémaelkenés történhet. Tehát azt tapasztaljuk, hogy mind a jelenlegi magyar politika, bár nyilván nemzetpolitikai fordulat sok tekintetben történt 2010 április óta, ugye egy más típusú
nemzetpolitikát tapasztalunk azért Magyarországon, azonban még mindig túlzottan előtérbe helyezik az uniós integráció szempontokat, és megítélésünk szerint ebben a helyzetben most én is országgyűlési képviselőként arra vállalkoztam most Morvai Krisztinával együtt, hogy megpróbáljuk megfogalmazni azokat a, megtalálni azokat az igényeket és azokat a követeléseket, amelyel a délvidéki magyarság most ebben a helyzetében rendelkezik, amikor jelentős a lélekszámfogyás, és egyre sok tekintetben kilátástalannak tűnik a megmaradás. Bár vannak kedvező tendenciák, mint például a, majd erről is beszélek, a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács intézményének a létrejötte, de ugye ezek még nem hoztak áttörést. Tehát ami elsősorban elmondható, az az, hogy amerre jártunk, akár iskolában, akár egyházi személyiségekkel, akár önkormányzati vezetővel találkozva, vagy éppenséggel helyi civil szervezet tagjaival, vagy jogvédővel, a egyébként hivatalosan jónak, megfelelőnek, vagy rózsaszínnek beállított képpel szemben nagyon sok kritikus hangot találtunk. És ez egyetlen arra utal, hogy mind a szerb állam is próbál egy pozitív lényeget elkendőző képet mutatni az Európai Unió felé, mind pedig a magyar kormány is inkább minden áron az uniós csatlakozást támogatja, de nem követel meg feltételeket. Szerintünk pedig ilyen feltételek vannak, erről beszélt jelentős számban már Morvai Krisztina képviselőtársam. Én most amit ki szeretnék emelni, az a közösségi jogok kérdése, tehát a nemzeti önrendelkezés kérdése. Ebben én januárban a Strasbourgban, a Európa Tanácsban járt Boris Tadic szerb elnök, és ugye egy nagyon hangzatos, szép beszédet tartott arról, hogy tulajdonképpen már minden kérdés megoldódott, és Szerbia teljesen felkészült a csatlakozásra, és az európai követelmények, akár az Európa Tanács emberjogi követelményei, vagy az Európai Unió egyéb szempontja is jelentősen és jól érvényesülnek. És az első válasza az az volt, vagy amit kiemelt, hogy a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács az lényegében megoldotta a magyar nemzeti közösség összes olyan ügyét, oktatási, nyelvi, kulturális önazonosság megőrző kérdését, így gyakorlatilag további jelentős, megoldandó probléma nincs ezen a téren. Mi úgy látjuk, hogy a önrendelkezés kérdését sokkal erőteljesebben kellene ebben a folyamatban érvényesíteni, tehát igenis meg kell követelni azt, hogy ahol a magyar közösség jelentős lélekszámú többséget alkot, ott számára az életfeltételeket úgy kell biztosítani, hogy az Európában már példaadó autonómia modelleknek feleljen meg, például Olaszország területén található Dél-Tirolban működő modell egy hosszú évtizedes konfliktus helyzet után végül is egy nagyon jelentős és komoly felvirágzást hozott az ott élő tiroli németajkú közösségnek, akik mögé nyilván az osztrák állam kőkeményen odaállt, és mind a közigazgatásban, igazságszolgáltatásban, az élet minden területen az egyenlő részvétel, a számarányos részvétel biztosított számukra. Tehát ez, amit például tapasztalhatunk itt az elmondások alapján, hogy a lélekszámhoz képest sokkal csekélyebb a részvétel lehetősége az életet befolyásoló döntésekben, akár intézmények élén, akár pedig ahogy említettem már, igazságügyi, belügyi, közigazgatási vagy egyéb más végrehajtási szinteken. Tehát ez pedig ahhoz, hogy egy közösség igazán jól érezze magát a saját területén, az igazából a saját döntéseiben minél több jogkört kell megkapnia, és a területi autonómia erre egy tökéletes és sokkal nagyobb lehetőséget biztosít, mint a jelenlegi modell, amely most működik. Ez egy szükséges, de nem elégséges lépés, úgy lehet megfogalmazni, így tapasztaltuk. És nyilván ehhez a pénzügyi feltételeket is biztosítani kell, tehát a területi autonómia legfontosabb garanciális feltétele az, hogy a pénzügyi forrásai egy önkormányzatnak, egy magyar területi önkormányzatnak sokkal nagyobb mértékben álljanak rendelkezésre, mint most, hiszen jelenleg egy ilyen visszaosztási rendszer működik, tehát jelentős mértékben helyben kell maradjanak
jövedelmek, ez adja a garanciát annak, hogy a közösség a saját sorsáról sokkal jelentősebb mértékben tud így dönteni. Szerb állam által készített tankönyvekből kell a magyar történelmet, nemzettudat formálásban egy fontos tényezőt tanulmányozni a fiataloknak, ehhez képest pedig szerintünk elementáris feltétel, hogy őshonosként saját területén élő közösség számára ez adott legyen a törökök elől menekülő szerb közösségnek nagy nyitott szívvel adott lehetőséget a magyarság arra, hogy hazát találjanak, de ennek az együttélési hagyománynak hát jelentős sérelmeit élhették meg az elmúlt évtizedekben, akár vagy az évszázadok 1848-49-es szomorú vérengzések időszakában, vagy 44-45-ben, vagy pedig most ugye a háborúk idején. Úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy egy legalább olyan szintű megbékélés létrejöhessen, mint mondjuk Olaszország és Ausztria között létrejött, ahhoz egy ilyen típusú autonómia rendszernek minimálisan, de maximális értelemben is hatályba kell lépnie. Az Európai Unió csatlakozás óriási veszélyekkel is járhat egyúttal, tehát nagyon kell figyelni arra az itt élő nemzetiségeknek, hogy ne hagyják magukat kiszolgáltatni, teremtődjenek meg a túlélés feltételei, többek között a gazdaság olyan erőben kell legyen, és olyannyira védett kell legyen a nagyméretű vállalkozások, multicégek ugrásra kész támadásával szemben, amely nem eredményez olyan szintű alávetettséget vagy kiszolgáltatottságot, amit Magyarországon sajnos megfigyelhetünk, ahol a külföldi tulajdonban levő cégek, vállalkozások jelentős túlhatalma figyelhető meg, és kiszolgáltatottságba kerültek az emberek.